Én először is szeretnék gratulálni a Mosonmagyaróvár szerepléséhez ebbe a bajnokságba. Én azt gondolom, hogy respektet és nagyon nagy tiszteletet érdemelnek, amit a Gyülesz vezetésével elértek. Éppen ezért is, meg egyébként is mindig megadjuk a tiszteletet minden csapatnak, és komolyan veszünk. Én azt gondolom, ez látszott ma is, ahogy elkezdtük a mérkőzést, egy nagyon komoly védekezésből játszottuk nyilván a játékunkat, egy nagyon gyors tempó kézilabdát, és próbáltuk minél rövidebb idő alatt befejezni a támadásainkat. Az első fél időben már én azt gondolom, hogy domináltunk, és a második fél időben egy picit a koncentrálásunk nem volt megfelelő, ezt is azért hozzá kell, hogy tegyem. Nagyon fontos számunkra, hogy mivel nagyon sűrű a menetrend, hogy a játékosaink tudjanak pihenni, játszani egy mérkőzésen belül is. Úgy is kellett már néznem, hogy a hétvégén Kisvárda után a Békés Csabára, ráadásul idegenben megyünk. Én azt gondolom, hogy ennek fényében jól sikerült elosztani, és aki a pályán volt a megfelelő periódusban, az maximálisan próbálta megtenni. Talán a szélső zicsereink ma nem úgy működtek, ahogy az elvárható lenne tőlünk, de egy nagyon jó és stílusos kézzelatlet játszó Mosonmagyaróvárnak ellen játszottunk. Még egyszer szeretnék gratulálni, és sok sikert kívánni nekik.